Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Átadták a városi bölcsődét Tolnán. Mintegy 450 millió forintból valósult meg a beruházás. Írástudatlanság elleni küzdelem napja. A lakosság negyede még mindig képtelen helyesen értelmezni egy-egy szöveget. 9. civil véradás. Egész nap várták a karjukat nyújtókat Szekszárdon. Újra nyitott a posta. Modern környezetben várja a mőzsieket. Mintegy 450 millió forintból épült bölcsőde Tolnán. A beruházást pénteken adták át a településen. A modern, komfortos két csoportszobával rendelkező intézmény 24 kisgyerek befogadására alkalmas. A legkisebbek gyorsan otthonosan érezték magukat az új városi bölcsödében, Tolnán. A településen élők több évtizedes vágya valósulhatott meg a beruházással, hiszen eddig csak magánintézményeket tudtak igénybe venni a családok. 2023. szeptember 1-én új időszámítás kezdődött, és megnyílott a városi bölcsöde, ami... Hát én remélem, hogy aki itt van, az mindenki ugyanazt érzi, amit én, ez gyakorlatilag egy csoda. De hát nagyon, nagyon hosszú út vezetett ehhez a csodához, hiszen azon túl, hogy vágytuk azt nyilván, hogy legyen bölcsödénk, kellett a lehetőség. És 2019-ben adódott az a lehetőség, hogy pályázatot tudtunk benyújtani. Az önkormányzat akkor 450 millió forintra nyújtott be támogatási kérelmet, amit sikeresen el is nyert. Így a Bartók Béla utcai intézmény teljes mértékben állami támogatásból jöhetett létre. A bölcsöde 24 férőhelyes, 2-12 fős csoporttal indul, de a jövőben akár még egy csoportszobával is ki lehet bővíteni a létesítményt. Az ünnepélyes átadón részt vett Horváth István Tolna vármegye 1-es számú választókerületének országgyűlési képviselője. Ő úgy fogalmazott, hogy a település az elmúlt időszakban több sikeres projektet is megvalósított, mintegy 2,3 milliárd forint értékben. Nagyon jó a bölcsödei normatív támogatás. A városnak körülbelül az üzemeltetési költségnek kevesebb, mint 10%-át kell biztosítani, a többit azt kormányzati nemzeti forrásból kapja meg a város. A kivitelezés során fő szempont volt, hogy egy modern, komfortos, a 21. század követelményeinek megfelelő épület jöjjön létre, ami egyébként új munkahelyeket is teremtett a városban. Emelkedik Szekszárdon a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Azt írták, az elmúlt hetek stagnáló időszaka után a 35. héten ismét nőtt az azonosított vírusmaradványok mennyisége a mintákban. Hozzátették, a települések több mint felénél a tendencia stagnáló, ugyanakkor emelkedés figyelhető meg Békéscsabán, Debrecenben, Kecskeméten, Miskolcon, Salgótarjánban, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen és Veszprémben. Csökkenés sehol nem tapasztalható. 100-ból egy ember egyáltalán nem tud írni és olvasni idehaza. Ugyanekkor a merítésből viszont már 25-30-an vannak azok, akik a leírt szavakat ugyan kibetűzik, de a teljes szöveg értelmét nem fogják fel. Ők az úgynevezett funkcionális analfabéták. Szeptember 8-a az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja. A világon legalább 800 millióan vannak, akik egyetlen könyvet sem olvastak el soha életükben, mert képtelenek rá, és több milliárdan, akik nem értik azt, ami egy-egy oldalra lett írva. Pedig a kutató szerint az, hogy egy társadalomban milyen arányú az analfabéták száma, alapvetően határozza meg az egész közösség életminőségét. Az új környezettel ismerkednek az első osztályos gyerekek a szekszárdi Bakka István általános iskolában. Itt közel 20 éve dolgoznak az oktatók az úgynevezett Meixner módszerrel, ami szerint az írás-olvasást csak nagyjából 6 héttel a tanév kezdete után vezetik be a tanórák rendjébe. Az eredmény nagyon-nagyon jó. Ez egy olyan módszer, ami nagyon jó alapokat ad, a gyerekek jól elsajátítják, megtanítjuk az összes betűelemet, tehát elkezdjük a levegőben nagy karmozgással, padon, csomagoló papíron, lejárják a betűformákat, és amikor megvannak a betűelemek, íráselemek, akkor kötjük össze őket betűkké, a betűket pedig később szavakká, szavakat mondatokká alakítjuk.
egy nagyon jó módszer, igazából a diszlexiás, diszgráfiás gyerekeknél kezdték el először alkalmazni, egy biztos módszer az írás-olvasás tanítására. Akármilyen módszerrel is tanítják, az írás és az olvasás első követelmények között vannak az általános iskolákban. Ennek ellenére a lakosság 1%-a egyáltalán nem rendelkezik ilyen készségekkel a világon. Ezért döntött úgy az UNESCO 1965-ben, hogy szeptember 8-át az analfabétizmus elleni küzdelem nemzetközi napjává nyilvánítja. Az írás tudatlanságnak több fajtája van. A legalapvetőbb, amikor valaki egyáltalán nem ismeri fel, vagy elfelejtette az ABC-t. De tudományos szempontból digitális és funkcionális analfabétizmust is megkülönböztetnek. Ezek közül az első azt jelenti, hogy valaki nem tudja helyesen értelmezni, például az online térben elterjedt nyelvi kódrendszert. A funkcionális írástudatlanság pedig akkor áll fenn, ha valaki ugyan kibetűz egy-egy szót, de a teljes szöveg értelmét már nehezen fogja fel. Ez sokkal kevésbé látható, alattomosabb, és itt már rosszabbul állunk számokkal is. Magyarországon az európai átlagot szoktuk megjósolni, hogy a 25-30% a népességnek a funkcionális analfabéták száma. Pedig írni nem kevesebbet jelent, mint információt átadni. Ez pedig a kutató szerint olyan szükséglete az embernek, ami alapjaiban határozza meg az életminőséget. Ez minden esetben az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának megfelelő életmód és bánásmód, a demokratikus gondolkodás és egy-egy ország fejlődése, a fenntartható fejlődésnek az egyik eszköze és záloga. És hát sajnos arról is beszél az UNESCO, hogy a COVID és a klímaváltozás az jelentősen rontja az esélyeit a írástudatlanság elleni harcnak. Az UNESCO eredeti célkitűzése egyébként 1965-ben az volt, hogy 2020-ra felszámolják a Földön az analfabétizmust. Erre viszont várhatóan még sokáig nem kerül sor. Forgalmi rendváltozásokra kell készülni szombaton Tamásiban a szüreti felvonulás ideje alatt. A hétvége első napján délután 2:00 és 3:45 között a 65-ös főút városon átvezető szakaszát a Szabadság, a Rákóczi és Zrínyi utcák közötti részen teljes szélességben ideiglenesen leállítják a közlekedést. A forgalmat rendőrök a közeli utcákba terelik majd. 9. alkalommal szerveztek civil véradás Szekszárdon. Az Ibli Miklós utcai vérellátóban egész nap várták azokat, akik szívesen nyújtják a karjukat azért, hogy másokon segíthessenek. Gondos fertőtlenítés és már kezdődhet is a vér leadása. Pénteken a szekszárdi területi vérellátóban reggel 8 és délután 2:00 között várták most is azokat, akik ezt vállalva segítenek másokon. Jól esik másokon segíteni, megmondom őszintén. Hányadik alkalom, tudod nagyjából? 38. Most puskáztam. A Tolnai Vármegye székhelyen egyébként már 9. alkalommal szerveztek civil véradást. Propagálni kell a lehető legtöbb emberhez eljutni annak az információnak, felkérésnek, hogy mindegyünkre szükség van ahhoz, hogy embertársainkon segíteni tudjunk, ezt csak úgy tudjuk megtenni, vagy egyik lehetőségünk pontosabban, hogyha eljövünk és vért adunk. Tehát el kell, hogy jusson mindenkihez, tehát a civil központok számos megyékben is több száz civil szervezettel vagyunk kapcsolatban. Ez több ezer, több tízezer tagot is jelenthet akár, ugye egyesületi szinten. A vér ugyanis egy semmi mással nem pótolható folyadék, amiből idehaza évente 390 ezer adagra van szükség ahhoz, hogy a műtétek megvalósíthatóak legyenek. Az OVS munkatársai Tolna vármegyében nem csak a szekszárdi központban tartanak rendszeresen véradásokat, hanem folyamatosak a kitelepüléseik. Azért is fontos, hogy lehetőleg több emberhez elérjünk, találjunk mindig egy-egy új véradót, első véradót, hiszen abból lesz majd, aki hosszú éveken keresztül fog jönni és vért adni, illetve látjuk, tapasztaljuk mi is, és gondolom ezt a szakma is megerősíti, hogy sajnos egyre több olyan kizárók van, ami miatt ugyan valaki megjelenik a véradáson, de mégsem adhat vért. Ezért nagyon fontos tényleg, hogy a lehető legtöbben vállaljuk fel ezt az önzetlen támogatást embertársainkért. Vért adni évente akár többször is lehet. Magyarországon egyetlen napon 1600-1900 segítőkész emberre van szükség az egészségügyi ellátás biztonságos működéséhez.
Történelmi témájú filmklub indul a Szekszárdi Wosinski Mór Múzeumban. Az őszi idény első vetítésére szeptember 12-én délután 2 órakor kerül sor, akkor a Keresztesek című alkotást tekinthetik meg az érdeklődők. A látványos kalandos mű a lengyel nép és a német lovagrendek harcáról szól. A december 19-ig tartó programsorozat eseményeit egyébként 2 hetente rendezik meg az intézmény munkatársai. A filmekre éhezőket a múzeum fő épületébe várják. Kiderült, mennyivel lesz magasabb a nyugdíj idén novemberben. A kormány az inflációt 2,5%-kal magasabbra prognosztizálja, mint amennyit az eddigiekben becsültek. Ennek megfelelően az évközbeni devizaromlás üteme elérheti, sőt meg is haladhatja a 17,5%-ot. Farkas András nyugdíjszakértő saját számításai alapján a nyugdíjas infláció elérheti a 18%-ot, vagy akár 18,5%-ig is emelkedhet. Ha ez megtörténik, novemberben 51 ezer forint plusz kap az átlag nyugdíjas. Az augusztusi adatok alapján a kormányzat becslést készít majd a nyugdíjinfláció mértékéről, és amennyiben előbbi meghaladta az általános inflációt, úgy ez alapján határozhatják meg a pótlólagos nyugdíjemelést. Közel egy éves kényszerű pihenőt követően immáron megújult környezetben várja szolgáltatásaival a mőzsi lakosokat a posta. Az újranyitás ötlete a Gazdabolt vezetőinek fejéből pattant ki. Közigazgatásilag a 8000 lakos utolnához tartozik a közel 4000-es település rész Mőzs. Tavaly novemberben az akkor sem kisforgalmú posta bezárására került sor. Ezt a döntést energiatakarékossági okokra hivatkozva tették meg. Kezdetben ideiglenes szüneteltetésről volt szó, de a társaság ez év elején jelezte, nincs lehetőség a bezárt fiók újraindítására. Akkor embert próbáló feladat hárult a tolnaiakra is, az ugrásszerű forgalom növekedés miatt. Ám nem csak ez bizonyult jelentős problémának, de az itt élő idős emberek sem tudtak egy csekk befizetése miatt kilométereket buszozgatni. Ők nem az online átutalások korában születtek, így nagy nehézségekbe került mindenki számára az átállás. Ezt a helyzetet elégelte meg a régi posta közvetlen közelében működő mőzsi gazdabolt vezetője, Hók Norbert. Egyéni vállalkozó vagyok, ezt a kis gazdaboltot vezetem, és hát februárba kezdtük el ezt a dolgot szervezni. Ugye nagyon sok papírmunka árán ez való gyakorlatilag mostanra jött létre. Úgy néz ki, hogy nagyon nagy igény lenne rá a faluba, tehát az emberek nagyon várják, a mözsi emberek, hogy ez a dolog elinduljon. Ugye elég sok az idős, nehezen jutnak be tolnára, és gyakorlatilag emiatt úgy gondoltam, hogy megpróbálkozunk vele. Reméljük, hogy jó döntés volt. A Magyar Posta ZRT februárban meghirdette a partner programját, amelynek lényege, hogy vállalkozások, boltok is részt vehetnek az alapszolgáltatások biztosításában. Erre jelentkezett az egyéni vállalkozó. Hosszas tárgyalások, egyeztetések után június 28-án kötötték meg a szerződést az állami szolgáltatóval. Ezután pedig egy 2 hetes tanfolyamot kellett elvégeznie. Hát nagyon örülünk, hogy itt megnyílt a posta, már nagyon vártuk. Nagyon sok az idős ember. A tolnai posta nagyon messze van. Annyira, hogyha busszal is utaznak be az emberek, messze van a megállótól a posta. Én kerékpározok, szerencsére én még tudok kerékpározni, de nagyon sokan nem tudnak, ugye baj van a tétkalácsa, egészséges, stb. Úgyhogy rettenetesen örülünk, hogy van itt posta, nem kell bebiciklizni, nem kell besétálni, nagyon vártuk már, hogy legyen. A postai technika és a betanulási folyamat után szeptember 7-én a lakosság nagy örömére újra kinyitott a posta már megújult helyen. És végül egy programajánló hétvégére. Szombaton kerül sor a Tolnai Bárka Fesztivál főnapjára. A Holduna partján délelőtt 10 órától főzőversenyre várják a vendégeket. Napközben kiállítás, gyerekprogramok, sárkányhajózás, bemutatók, koncertek szórakoztatják a résztvevőket. Este pedig Vastag Tamás ad koncertet. Vegyenek részt a rendezvényeken, érezzék jól magukat, szórakozzanak, pihenjenek. Regionális híreink következnek. A Balatonba zuhant egy rendőrségi helikopter csütörtökön. A jármű személyzete nem sérült meg súlyosan. Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 67. kongresszusa.
200 küldött ismerkedik egymás kultúrájával Pécsen. Emlékezés Füzi Ákosra, 10 éve történt a halálos tragédia. A Balatonba zuhant egy rendőrségi helikopter Balatonszéplak közelében csütörtök délután. A balesetnek nincs súlyos sérültje, közölte az országos rendőrfőkapitányság. A polisz.hu közlése szerint a készenléti rendőrség légirendészeti szolgálatának tervezett gyakorlata közben szeptember 7-én délután 3:43 körül Balatonszéplak közelében a parttól mintegy 300 méterre jelenleg tisztázatlan okokból a tóvizébe zuhant egy MD-500E típusú helikopter. A gép két fős legénységét egy közelben tartózkodó hajó mentette ki, és komolyabb sérülés nélkül szállította partra őket. Az eset körülményeinek kivizsgálása folyamatban van. A helyszínről a Somogy TV munkatársa tudósított csütörtök délután. Annyit tudunk, hogy egy MD-500-as helikopterről van szó, egy kétfős legénységgel zuhant a Balatonba, és ha a kollégám megmutatja, akkor lehet látni, hogy jelenleg is egy olyan 300 méterre a parttól körülbelül rendőrségi hajók őrzik azt a területet, ahol feltehetően a helikopter lezuhant. Lehet látni, hogy a közelben mindenütt érdeklődők, kíváncsiskodók, strandolók vizsgálják, figyelik, hogy mi is történhetett. Igazából nem sok mindent tudunk. Itt jelen helyszínen vannak a katasztrófavédelem, illetve a rendőrség szakemberei is. A vizsgálat nyilván elindul. A mentésről sincsen még semmiféle információnk. Annyit tudunk, hogy a két utas, aki a helikopteren tartózkodott, szerencsésen sikerült kijutniuk a helikopterből, és egy közelben lévő hajó kimentette őket a partra, tehát személyi sérülés szerencsére nem történt. A part gyakorlatilag, mivel ez 3-4-3 magasságában történt, azóta kiürült, a rendőrség le is zárta a területet, itt ezt a szakaszt, ez egy kis strand egyébként, de azért jól látszik, hogy vannak még érdeklődők távolabb a lezárt területről. Egyelőre további információink nincsenek az üggyel kapcsolatban, várjuk a fejleményeket. Pécs városa ad otthont az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója a FUEN 67. kongresszusának szeptember 7-e és 10-e között. Amint egy 200 küldött és meghívott a német közösség mellett a régióban élő többi nemzetiség intézményrendszerével és kultúrájával is megismerkedik. Mindez a számukra kulturális autonómiát biztosító magyarországi nemzetiségi törvény elfogadásának 30. évfordulóján történik. Az 1949-ben alapított Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN az őshonos nemzeti kisebbségek, nemzetiségek, nyelvi közösségek legnagyobb ernyőszervezete, több mint 100 tagszervezete van 36 országból. 3 napon át tartó kongresszus rendeztek Pécsen. Az eseményen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is köszöntötte a résztvevőket. Kell óvni a kisebbségi létben élő embereket. Ha jogaik nincsenek biztosítva, nyelvhasználatukat, kultúrájuk megélését, hagyományai gyakorlását korlátozzák, akadályozzák, tiltják vagy üldözik, akkor a legtehetségesebb vezetőiket veszítheti el egy-egy közösség. Ezek a közösségek különös értékeket rejtenek. Amikor nemzeti kisebbségek érdekében emelünk szót, akkor azokat a lelki valóságokat védjük, amelyek őseink bölcsességét őrzik. A kongresszus idei házigazdája a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata. Englanderné Hokibolya az önkormányzat elnöke egyben a rendezvény idei házigazdája, a kongresszus jelentőségét emelte ki. Magában tömöríti Európa összes országából azokat a nemzetiségeket, akik ezeknek tagja, ennek a szervezetnek tagjai. Magyarországról mi magyarországi németek vagyunk tagok, a szlovákok és a magyarországi románok. Tehát ez a 3 országos önkormányzat a tagja, és hát ha így is nézzük, akkor az ország szempontjából is nagyon fontos, hogy ezt mi megszervezhettük itt Magyarországon. Egyébként már másodszor van itt Pécsett. A németeknek is fontos ez a lehetőség, hogy megmutassák magukat a többi nemzetiségnek ezen a rendezvényen. Mint tulajdonképpen a második legnagyobb nemzetiség, illetve ha a oktatási rendszerünket nézem, akkor a legnagyobb nemzetiség Magyarországon, és hát
nemzetközi és európai hírre tudunk szert tenni, és bele tudunk kerülni a vérkeringésbe Európa szerte. Pécs méltán tekinthető a kongresszus ideális helyszínének, hiszen a magyarokon kívül 11 nemzetiség él itt. Örmények, bolgárok, németek, görögök, horvátok, lengyelek, romák, románok, ruszinok, szerbek és ukránok, tette hozzá az elnök. Emléknapot tartottak Pécsen a Nemzeti Kosárlabda Akadémián. 10 évvel ezelőtt szeptember 7-én közúti balesetben felborult a győri női kosárlabdázók busza. Füzi Ákos és Tapodi Péter nem élte túl a történteket. Rájuk emlékeztek a tragédia emléknapján. Ezek a képek sokkolták a hazai sportéletet 10 évvel ezelőtt. A győri női kosárlabda csapat busza szenvedett balesetet. Füzi Ákos és Tapodi Péter halálos sérülést szenvedett akkor. Rájuk emlékeztek ma a tragédia évfordulóján Pécsen. Felfoghatatlan volt. Mi éppen edzőtáboroztunk a Pink csapatával a Balatonnál, és a Pénzes Kinga barátnőm hívott föl, aki ugye szintén a baleset elszenvedője volt. Tehát sokkoló volt, amikor a telefonban elmondta, hogy mi történik. Utána ugye végig kapcsolatban maradtunk, és tudtuk meg a sajnálatos történeteket. Tehát elmondhatatlan, és igazából hihetetlen volt. Így emlékszik arra az egy évtizede történt napra Iványi Dalma. 2013. szeptember 7-én Kapuvár és Vitnyét között karambolozott egy személyautó a győri női kosarasokat szállító autóbusszal. Csütörtökön a Nemzeti Kosárlabda Akadémiánál felállított kopjafánál emlékeztek az egykori játékosok a két sportemberre. Igazából csak jó emlékeim vannak Ákossal kapcsolatban, akár ha az edzőre gondolok, akár ha az emberre gondolok, úgyhogy tényleg nagyon ritka szerintem, főleg manapság az, hogyha valakire tényleg csak a pozitívum jut eszünkbe. Hihetetlen, pont itt Anikóval, a feleségével beszéltük, hogy hihetetlen, hogy már 10 éve eltelt, elröpült, és tényleg mintha tegnap történt volna ez a tragédia, de nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy azok, akik közvetlen kapcsolatban voltak Ákossal, meg Tapodi Péterrel is, a mindennapjainkban ott vannak. A Nemzeti Kosárlabda Akadémián Füzi Ákos emléknapot szerveztek szeptember 7-ére. Itt beszélt az egykori játékos Iványi Dalma a fiataloknak, a pécsi szakemberrel végzett közös munkáról, Füzi Ákos személyiségéről. Végül mutatjuk újra, röviden, Tolna vármegye legfontosabb híreit. Átadták a városi bölcsődét Tolnán. Mintegy 450 millió forintból valósult meg a beruházás. Írástudatlanság elleni küzdelem napja. A lakosság negyede még mindig képtelen helyesen értelmezni egy-egy szöveget. 9. civil véradás. Egész nap várták a karjukat nyújtókat Szekszárdon. Újra nyitott a posta. Modern környezetben várja a műzsieket. Előre láthatólag a jövő hét közepéig marad a hazánk térségének időjárását napok óta alakító anticiklon. Nyugodt, frontmentes időszak várható, melynek köszönhetően tartósan napos, késő, nyárias idő a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!